bevérzések vannak a sarkoknál, illetve a hegyfali részen is. Ott van a patkója a lónak, amit levettünk róla. Van benne jó nagy sarok, illetve tehát maga a patanak a sarki része magasan lett hagyva. Ezáltal ezek a rész, illetve a hegyfali részre egy griflet heggesztve, ezek a részek túl lettek terhelve. A kovácsmesterek a lópatájának mérete alapján készítették el azokat a patkókat, amelyekkel az előre gyártott, boltban vásárolható patkókat cserélték le. A hagyományőrző bemutatón a vendégek és a szakiskola hallgatói anatómiai és szakmai kérdéseket is feltehettek a mestereknek, akik a munkafolyamat minden állomását elmagyarázták az érdeklődőknek. Első alkalomkor sikerült ezt megrendezni. 8 éves munka árán sikerült ezt az egészet összehozni. Azért csináltuk itt a Bakta-Laurent házi szakiskolába, vagy a szakmunkás képzőintézetbe, mert itt van lovas osztály. És ezt a, hogy a fiatal gyerekek is öregbítsék ezt a szakmát, meg nézzék meg, hogy hogy vasalják, régen hogy vasalták ezeket a lovakat. A középiskolában egy osztályban folyik lovászképzés összesen 20 tanulóval, mondta el Bakta-Laurent háza alpolgármestere. Kozma Attila hozzátette, elsősorban miattuk fontos a kovács bemutató, de a környező településekről is érkeztek vendégek. Bakta-Laurent háza vezetésének szándéka, hogy tovább népszerűsítse a lótenyésztéshez és a lovászathoz kapcsolódó ősi mesterségeket, így a következő években is készülnek majd hasonló bemutatókkal. A lovas sport nagyon nagy kötődése van Bakta-Laurent házának, hisz mindenki előtt közismert, hogy már 2016-ban a 9. fogadhajtó versenyt fogjuk majd megrendezni az őszi városnapon. Annyival hagy büszkélkedjek, hogy 2015-ben, szeptember végén a megyei fogadhajtó döntőt is itt rendezte meg a megyei Lovasport Szövetség, és ennek természetesen mindig nagyon sok érdeklődője, kíváncsija van, nagyon sok néző, 1500 néző szokott minden alkalommal részt venni ezen. A Bakta-Laurent háza és térsége hagyományőrző lovasport egyesületnek több mint 30 tagja van, a lovas gazdák mellett pedig egyre népszerűbb a lovasport a legfiatalabb korosztály tagjai között is, hangzott el a rendezvényen.